Sziasztok, szép napot kívánok nektek! A mai napon egy cukorborsó levest fogok készíteni. Tartsatok velem, nézzétek meg, hogy én hogy csinálom. Ide tettem ezt a lábast. Ebbe bele fogom tenni a megtisztított, felkockázott zöldséget. Egy kicsikét, hogy adja ki a sárgaréba színét, visszafedem, és utána fogom belerakni a cukorborsót. Eltelt jó pár perc, körülbelül 4-5, nézzétek meg, hogy gyönyörűen kijött a sárgaréba a színét, ez nagyon szép színes lesz, meg hát hogy a levesünk, illetve fog a párolódott kihúlt, és többet fogom tenni a cukorborsót. Ezzel is párolni fogom még egy jó 5 percig. Visszafedem, és jönnek a továbbiak. Nos, nézzük is meg. Én ezt a zöldséget, illetve a cukorborsot jó fél tónára pároltam. Sokkal rövid, ízletesebb lesz szerintem, és a főzési idő is sokkal rövidebb lesz. Én ekkor egy nagyon kicsi, egy leheletű, vékony kis lisztet fogok rátenni. Ezzel jól átkeverem, egy picit pirítom, de ez csak egy tényleg egy pár másodperc, hogy a liszt ne legyen nyers. Én hát annyira kevés kis lisztet teszek bele, de én így tanultam a szüleimtől. Akkor teszek rá piros paprikát. Ezzel is összekeverem. Nem fogja odakapni. Van alatt a zsiradék, egy kis nedvesség, ugye, hogy már pároltuk a zöldségeket. Sózom. Ezzel jó két nagy csipetnyivel. Egy pár tekerés nem sok, de 5-6 tekerés nincs is. Borsot adok ki, felöntöm vízzel. Akkor még teszek bele egy kis piros paprikát, ami még volt a kertünkben. Teszek bele egy kisebb fej vöröshagymát. Aztán teszek bele, még találtam ezt is itt a kertbe, hagymaszárat. Valamint nagyon szeretem sok-sok petrezselymet, illetve zellert. De még hozni fogok ehhez egy kis vizet, mert ez nem lesz elegendő. Ezzel szinte teljesen készítem a levesünket, majd a végén egy galuskát fogok beletenni, de azt is mutatni fogom. Visszazárom, és megvárjuk, míg elkészül. Nézzünk is rá a levesünkre. Nézzétek meg, nagyon szépen lassan gyöngyözik, lassan forr. Én egyszer rákóstoltam, egy kicsit kevés sót tettem bele, a cukorborsó elég édes, illetve a sárgarépa, és még meg kellett egy picit sóznom. Tehát ezt mindenki maga tudja, majd maga fogja ízesíteni. Nos, közben két tojásból készítettem egy kis galuskát, ezt most így villával fogom beleszaggatni, csak így lazán. Ezt mutatom nektek, ebbe is tettem egy pici kis sót, ugye ne legyen a tésztánk sótlan. És így szépen így ellapogatom, ez egy ilyen galuska állagú tészta, és ilyen kis hosszúkás kis csíkokkal fogom beletenni a levesbe. És ezzel még egy pár percig főzni fogom, a tészta feljön természetesen a tetejére, és utána meg fogok tálalni. Nézzétek is csak meg, elkészült nálunk az zöldborsóleves, galuskával, mint ahogyan ígértem is. Hogyha tetszett, hogy hogy készítem ezt a videót, akkor ti is készítsétek el. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, iratkozzatok fel a csatornámra, sziasztok!